Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör. Mai műsorunkban a Fishingon Orfű Fesztiválról válogatunk. Lesz Kispál és a Borz Originál, Grand Mexican Warlock, Anna Barbie és a Magyar Császári Pillanatművek is. Végül pedig a program ajánló. Tartsanak velünk! Kezdjük előbb a fesztivál szenzációjával, ami miatt már a nulladik nap is teltházas volt a Kispál és a Borz Originál koncerttel, mégpedig a zenekar dobosának, Brajtigen Gábornak a szemszögéből. A Kispivel találkoztam, és mondtam, hogy én fiatalokkal zenélek, meg hát egy olyan ismerősével is zenéltem, közben ő kiment, vagy kim volt Dublinba, nem visszajött, és kitalálta, hogy ő is lejönne meg, hogy kíváncsi volt rá, és akkor lejött, akkor ő is hozott gitárt, volt egy másik ismerősünk, aki hozott ilyen mindenféle népi hangszereket, akkor azzal próbálkoztunk, tehát így zenélgettünk, vagy ilyen jameltünk, hogy mondják. Tehát semmilyen konkrét dolog nem volt, csak ilyen kicsit őrültködtünk, és akkor a lovja szerintem nem tudom, hogy megkérdezte, vagy beszélt a Kispivel, vagy beszélgettünk, és mondta a Kispi, hogy szoktunk néha itt találkozni, meg zenélgetünk, és akkor mi lenne, hogyha ha már ennyire megint jóba vagyunk, alapvetően nem is voltunk olyan rosszba igazából. Mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen originálos dolgot? Nagy élmény volt, hogy Londonban játszhattuk ezt a dolgot. A többiek azért már voltak ott, és én nem, úgyhogy én semmiképp nem elleneztem ezt a dolgot. De úgy hívtuk, hogy bejáratos koncert, de nem igaz bejáratos koncert, mert nekem például a londoni koncert az sokkal ilyen izgalmasabb volt például. De most ezzel nem az erdélyeket, vagy nem a felvidékieket akarom lejjebb rakni, csak az egy olyan dolog volt, amiben én még nem vehettem részt, és ez egy nagyon jó dolog volt. Azért már nem vagyunk fiatalok, mert én azért küzdök ez ellen, de tehát mindenképp össze kell rázódni. Tehát zenekari tagok, akik nagyon régen nem játszottak együtt, és annak idején mondjuk sokat játszottak, vagy csináltak jó dolgokat, össze kell rázódni a zenélésbe. Tehát az, hogy is, hogy kell, meg kell megint az ő grúvját kicsit magamba szívni, meg az enyémet neki, hogy ilyen jó egyben legyen a dolog. Hát megmondom őszintén, én jobban izgulok egy ilyen hatalmas embertömeg előtt, mert ilyen kicsit megrémiszt. Néha azt gondolom, hogy mit keresek itt, vagy mit akarok. Tehát az ilyen klubosabb, vagy az ilyen kisebb koncerteken én ilyen azért sokkal magabiztosabbnak érzem magam. Az mondjuk a Fishing játszunk Sepsi Szent Györgyön, ezen a Szentgyörgyi fesztiválokon, ugye kint Erdélyben, ugyanez a
originálos, ilyen előtte egy hónappal a koncerten, és azon is egy kicsit ilyen furcsa volt, hogy ott hatalmas embertömeget látok. Mondjuk ennek egy kicsit volt egy ilyen érdekes, ez a régi, ugye nagyon kevés ilyen színpad van, ez a régi görög ilyen teátrumos hangulata, hogy így fölfele mennek az emberek. És ennek volt azért egy ilyen jó hangulata, hogy nekem így tetszett, hogy talán nem is ijedtem, vagy nem paráztam be annyira ettől a dologtól, de mindenképp egy ilyen izgalmas dolog volt ez nekem, úgyhogy kicsit izgultam is az elején, de azért csináltunk 2 órás koncertet, hogy közben a végére meg a közepére már ne izguljunk annyira. A koncert. Volt egy-két technikai, most nem feltétlenül a zenekar technikai dolga, hanem valami miatt nem teljesen hallottuk egymást, azt mondjuk nem értem még, hogy miért, pedig előtte nap beálltunk, meg volt minden. De azt tetszett a zenekarba, és akkor megint, amitől nekem egy ilyen nagyon jó dolog volt, hogy így odajöttek a Lovi és a basszusgitárra a Kispi is, és így egymásra mosolyogtunk, és gyakorlatilag a mozdulatokból még annyira nem is hallottuk jó egymást, és attól csináltuk meg a groove-okat, és hogy akkor meg az a számok így nagyjából bennünk vannak, és hogy az jó legyen. Köszi szépen! Készülő Fishinges filmünkben hallhatják majd Kispál Andrást és Lovasi Andrást is, most pedig következzen Császári Gergely, aki szintén ott volt a Kispál és a Borzala színpadon, tehát következzen a Magyar Császári pillanatművek. Azt gondolom, nem nagyon tudok olyan részletet mondani, ami nem fogna meg, nem lenne jó. Sajnos tényleg nem tudok olyat mondani. Ha elkezdeném felsorolni azokat a dolgokat, amik megfognak Orfibe, akkor kifogyna a nyersanyag, és a többieknek nem lenne idő. Csak haba tortán minden. Igazából a buszán az, hogy itt lehetünk most, és itt vagyunk ennyien, és prima válogatott, jó társaság. Ma már rajongók sora várja a zenekar frontemberét egy koncert után aláírást kérve, pedig még 2010-ben a Magyar Császári Pillanatművek egy olyan klubkoncert sorozattal indult, ahol Császári Gergely mindig más és más zenészekkel állt fel a színpadra, hogy együtt zenéljenek. Ez amikor elkezdett elindulni, akkor nekem egyre több dolog lett a pillanatművészet és a zenélés és az együttlevés öröméből, egyre több a ilyen menedzsmenti szituáció foglalkozó dolgokkal kell foglalkoznom. Ilyenekkel foglalkoznom, amivel se nem foglalk, nem vagyok benne ügyes, egy csomó energiámat elveszi, tehát hogy lassan és rosszul oldott meg feladatokat, és így tudtam, hogy igazából ez nem működik, tehát valamilyen módon kell egy kicsit kell a zenekar fele elmozdulni. Ez volt az egyik érv, egyik dolog, ami elindított ezen az irányba, hogy akkor zenekarosítsuk a dolgot. Másik meg az, hogy közben kialakult egy olyan kör, ami egy ilyen, meg hát ezt ki is kell alakítani, amivel most nagyon jól megértjük egymást, és igazából ebben a formában így zenekarilag tudjuk a lehető legjobbat csinálni. És külön-külön is amúgy válogatott, kiváló, prima muzsikusok, hétpróbás edzett gazvickók, de igazából így együtt vagyunk így egy ilyen különlegesen jó kis csapat szerintem. Most így, amíg ott megvan a zenekar, az
koncertünk, 5, 6, és kb. Ugyanennyi próbánk van, vagy kevesebb. A szó klasszikus értelmében vett próba, de ahhoz képest viszont nagyon sokat találkozunk, folyton kicserélődünk, és így fél szavakból értjük meg egymást, és mindenki meghagyja ezt. Mindenki bírja azt, amit a másik csinálta. A magyar császári pillanatművek nevet gyakorlatilag egy adott helyzet és a média akasztotta a zenekarra. Igazából az a magyar császári is valahogy egyszer csak választottam észre, hogy nagyon komolyan vették így az emberek, és akkor egyszer csak választottam észre, hogy már magyar császári pillanatművek az MP3-nak is a neve, amit az internetről le lehet tölteni, és miközben a zenekar neve pillanatművek. De mondjuk az valóban úgy volt, hogy egyébként a császári után jött. Tehát ugye az volt, amikor a Hunniában játszottunk, és az Ákos ki akart élni a császári Gergely, és akkor mondtam, hogy én ilyen éve nem fogok föllépni, tehát ez ilyen hülyeség már. És akkor mondtam, hogy akkor legyen inkább pillanatművek. És akkor hát, hogy legyen benne, hogy honnan tudják, hogy te vagy, legyen császári pillanatművek. És akkor mondom, hogy ilyenek, és akkor igazából, de amit tudtam, az, hogy amit én találtam ki, az, hogy pillanatművek. A többi az a helyzet függvénye. P betűnél kell keresni. P, mint pillanat, és a bármelyik pillanatban megszólaltatható akusztikus hangszerek, ez a pillanatművek. Ez a pillanat, meg spontán, mint a zenekar nevében is benne van, ez muszáj ilyen dolgokban ragaszkodni, hogy hadd próbáljunk már egy nappal a nappalimba, hadd játszunk már útközben a buszon ért. Tehát, hogy bárhol, de nagyon-nagyon... De ezt szeretjük, meg igazából ebben a nyelvezetben kezdtünk el kommunikálni. Bármi, számtalan szor előjött már a kérdés, hogy itt egy kis elektronika, ott egy kis, csak egy kis szemple, csak egy szinti, és igazából tényleg az volt, hogy akkor azt gondoltuk, hogy lehet, hogy volt olyan szituáció, amikor történetesen még hozzá is lett volna a dologhoz, meg jó is lett volna, de akkor is azt gondoltuk, hogy basszus, ha már elkezdtük így, akkor legyen meg ez a pálya, ez az, akkor szerezzünk egy szilofont. És akkor szereztünk egy szilofont. Legyen ez egy olyan dolog, ami, hogy csak kikapcsolják a villanyt, akkor nekünk az jelentse. A fesztivál rendszeres vendége a felévelő csillagú Grand Mexican Warlock, az énekesükkel Dobóczi Zoltánnal beszélgettünk. Mi már ilyen visszajáró lelkek vagyunk, mert ez az egyik kedvenc fesztiválunk, így országszerte, tehát így ezt kedveljük. Úgyhogy a Kálóc meg jó arc, úgyhogy beenged minket, úgyhogy tök jó. Ennyi. Nemrég jelent meg az együttes második stúdiólemeze Hell Sweet Hell címmel, ami a szakmai visszhang szerint már sokkal kiforrottabb, mint az előző, az Eons. Az első lemezni az volt, hogy ez egy ilyen 10 éves periódus volt, a Szabó Lacinak az összegyűjtött ötletei, az volt az első lemez lényegében, ott minden megvolt neki, minden szólam, minden tudott, hogy minek hogy kell megszólalnia. Itt egy kicsit már máshol sokkal több volt a műhelyi munka,
és a stúdióba dőlt el nagyon sok minden, tehát hogy ez egy ilyen kicsit szabadabb, lélegzőbb tudsz. Ez már egy ilyen közösebb ügy, ez már nem csak annyira a Szabónak az érdeme, hanem a miénk is, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy végre nem csak a Szabónak az érdeme, de tehát az ő érdeme is, ezt nem akarom elvitatni. Nehezebbek az ének témák ezek be a számokba, de hogy igen, tehát hogy ja, letisztultabb lehet, hát nem kapkodunk már annyira, tehát hogy vannak ilyen kis kiállós részek, meg kicsit lenyugszunk, meg nyugodjunk meg, ennyi. Lehet rá mondani ilyen pszichedelikus, meg progresszív, de szerintem rockzene, ezt ennyi. Meg van egy kis pop is benne. A nyarat még végig koncertezik a srácok, végig fesztiválozzák, aztán ősszel új számok írásába kezdenek. Évben általában kétszer itt szoktunk menni azért külföld felé, ilyen kisebb turnékat nyomunk, meg hát most így próbálunk összehozni egy újabb lemezt. Azt még idén szeretnénk megcsinálni. Még idén? Igen, megpróbáljuk, aztán meglátjuk. De az ilyen rövidebb lesz, meg kicsit más lesz, meg... Mindegy, majd ülünk rajta még. Még van két hónap, ilyen szeptember-október, amikor a aktív írási időszak lesz, és akkor összeáll, hogy kb. Hogy mit szeretnénk. A Fishing, de nem csak a Kispál és a Borzált újra össze. A 2000-es évek egyik vezető underground zenekara az Anna Barbis színpadra lépett. Mert benne volt az elmúlt 9 év során, amióta abba hagytuk, és pont tegnap volt 9 éve, hogy abba hagytuk. Igen. Szóval mindannyiunk benne volt, hogy jó lenne, de egyikünk sem merte a másik szemével mondani, vagy megkérdezni. És közben mindannyiunkat így máshonnan is ismerősök, meg zenész cimborák így kapacitáltak, hogy miért nem csinálunk egy bulit, vagy kettőt, vagy újra összeállunk, vagy stb. És aztán tavaly decemberben, karácsony előtt egy pár nappal jött egy olyan összejövetel Petinél, na mi van? Szóval akkor már maradtam egyedül. Szóval jött egy olyan összejövetel, ahol így megbeszéltük, hogy ki mit gondol erről, és akkor ki felszínre jött, hogy mindenki tökre szeretné, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor csináljuk. A zenekar két koncertre tervezte a visszatérést. A Fishing előtt Budapesten a Gosdumanó klubban állt színpadra június elején. Eredetileg egy volt a terv, egy koncert, és mivel a zenekar mindig budapesti székhelyű zenekar volt, főleg Budapesten játszottunk, ezért alapvető volt az, hogy egy budapesti buli legyen, de volt egy nagyon kedves felkérésünk a Orvű szervezőitől, és akkor annak nem tudtunk nemet mondani, úgyhogy mindent kettő. De azon gondolkodtunk, hogy ha már egy vidéki, akkor az melyik fesztivál, és hogyha melyik fesztivál, meg van egyértelműen ez a válasz. Úgyhogy hála Istennek volt érdeklődés. A Lovasi még sokszor elmondta, hogy az Anna Barbie óta követi ezt a
mondjuk a mi dolgainkat, és onnan barbiból játszottunk a Kispál előtt például, úgyhogy ő tök nyitott volt erről. Az együttes nem összetévesztendő a mostanában aktív Anna és a Barbik zenekarral. Ők simán Anna Barbie, egybeírva, csupa kisbetűvel. Ez csak így kialakult. Jobban néz ki. Jó, ja. Karakter, nem, semmi konkrét jelentősége nincs. Sőt, egyszer megfogalmazták nagyon jól, hogy az Anna Barbie kisbetűvel mind nemecsek ugye a Páhocai fiúkban, és ez így ránk egy jól illette annak idején, azt gondoltuk, úgyhogy. De semmi komoly, mögöttes jelentése nincsen. A közönség néhány új, illetve annó albumra nem kerülő számot is hallhatott. 9 évvel ezelőtti befejezéskor egy csomó számot még csináltunk, ami nem került rá kiadványra, igen, hanghordozóra. Tehát ahhoz képest új szám, de úgy, egyébként most mióta elkezdtünk próbálni december óta nem csináltunk új számot, mert nem akartunk, mert nem úgy gondoltuk, hogy ez igazi újra összeállás, hogy nyomjuk, hanem csak a koncertre, csak erre egy vagy két koncertre. Azért a régen nem kiadott számok közönség elé vitele sejteti a folytatást. Soha nem mondjuk azt, hogy soha, de így terveztük, hogy ezt a két koncertet adjuk. Megpróbáljuk nagyon jól érezni magunkat, és ennyi. Nem tudom, hogy igazából volt. Hát... Soha nem mondod soha. Semmit inni, semmit. Most pedig következzen programajánlónk. Kezdjük a kiállításokkal. Kettő fotókiállítás is nyílik majd a héten. Az egyik 27-én este 8-kor az Eosin Grill terasz és kultúrparkban. Farkas B. Szabina fél éves indonéziai körútján készült varázslatos képeit nézhetjük majd meg egy hónapon keresztül Indomie címmel. A megnyitott követően pedig Pixel Plants koncert, majd John Tonic zenél. A másik fotókiállítás pedig a Pécsi Animáció története kiállításban nyílik majd július 2-án. Itt a BTK Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék tanulóinak fotóit és filmjeit nézhetjük meg. Egy újabb könyvvel is megismerkedhetünk a napokban. 27-én este 6-kor a Tititában Kis Noé Tibor Aludnod kellene című könyvét a szerző és a kötet szerkesztője Szegő János mutatja be, utána pedig Krón Palázs zenér. Nézzük továbbá a zenei programokat. Szintén a Titiben punk rockest lesz 28-án este 8-tól, három feltörekvő pécsi zenekarral, mégpedig a Mocsokkal, az Amorf Amfetaminnal, majd Értesítjük nevű formációval. Egy nappal korábban, azaz 27-én este 8-tól járköszöntő és közben csillagnéző jelleggel az Alagút tetején zenél majd az Intu. A negyedben 26-án a Pirográni Jazz udvarban a Pátkai Rozina kvintettet hallhatjuk majd. Az E78-ban 28-án egy különleges est lesz a júniusi UFO klub alkalmával, egybeolvad a Slam és a zene. Két zenekar lesz jelen, az Errorport és a Mostly Harmless, illetve négy Slammer, MC Zig, Színész Bob, Benke Hunor, Flies Tommy, Haver Csótány és Nemes Márk. A nyáresti térzenék a Zsollai negyedben sorozat 29-ei fellépője a Lippói Ifjúsági Zenekar lesz. A táncházak sorozatban pedig 2-án Roma táncházba mehetünk a Pirográni udvarra. Lássuk továbbá, milyen előadás lesz a hétvégén a Nyári Színházban. 27-én és 28-án az Orlai Produkciós Iroda bemutatja Peter Schaeffer Amadeus című darabját Kulka János és Keresztes Tamás főszereplésével, Szikszai Rémusz rendezésében. Továbbá még az évad végén egy bemutatót tart az Egyetemi Színház is. 27-én ősbemutatója lesz Keresztesi József szerelmem Majomúr című darabjának Töles Ferenc rendezésében. Továbbá 28-án délután 5-kor a bűbájos lakatot nézhetjük meg a Bóbita szabadtéri színpadán. Végül nézzük, milyen új filmek kerülnek a mozikba. A héten csak egy premier lesz, de azt már nagyon várják a rajongók. A vászonra kerül a Transformers 4. része, a Kihalás kora. Ez volt már a Pécsi kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!